Egy év kihagyás után találkoztattak ismét egy sportnapon az esélycentrumban fogyatékkal élők. A szervezésben szerepet vállalt a Hieroteosz Egyesület is, amelynek főtitkára szerint nagy szükség van a hasonló rendezvényekre. Nagyon fontos számunkra, hogy fogyatékkal élő embertársainkkal ezen a sportnapon keresztül is tudjunk együtt dolgozni, együtt szórakozni, együtt jól érezni magunkat, és ezáltal az elfogadás érzését, az egymás megbecsülésének érzését átadni. Ezek keresztény értékek, amelyek számunkra nagyon fontosak. Az elfogadás, a szolidaritás, az együttvaló sportolás azt gondolom, hogy mindannyiunkat közelebb visz. Attól sem tekinthetünk el, hogy az elmúlt másfél évben az ilyen programokra nagyon nehezen és csak nagyon korlátozott körülmények között volt lehetőségünk. Ezért is öröm, hogy újra itt lehetünk, hiszen 2019-ben voltunk itt utoljára, és az esély sportnap is egy lehetőség arra, hogy találkozzunk, kezet fogjunk, egymás szemébe nézzünk, mosolyt adjunk a másiknak. A megyei önkormányzat alelnöke Baracsi Endre az elfogadás fontosságát emelte ki a rendezvény kapcsán. A megyei önkormányzatnál mindig kiemelt szerepet kap a sport, hiszen akár a diáksport, akár más sporteseményeket azért igyekszünk, hogyha másképpen nem, de az erkölcsi módon mindenképpen támogat, mert tudjuk, hogy ez a közösség szempontjából ez egy nagyon fontos tevékenységi kör. És nagyon fontos számunkra azért a fogyatékosoknak a sport élete is, illetve a fogyatékosokkal kapcsolatos rendezvények, és itt most a kettő ötvöződik. És ez egy különleges alkalom, és nagyon jó alkalom arra, hogy azért a társadalom felé is egy olyan üzenetet fogalmazzunk meg, amelynek az elsődleges célja az az érzékenyítés, az elfogadás, az, hogy valóban tudjunk és akarjunk is úgy együtt élni a fogyatékkal élőkkel, hogy őket nem másodrendű állampolgárként közelítsük meg, hanem valóban bennük az értékeket találjuk meg, és találjuk meg azt a közösségi funkciót, amelyben ők valóban hasznos tagjai tudnak lenni a társadalomnak. A sportnapon többek között kosárlabdában, lengőtekében, bazsákdobásban és bocsában tehették próbára ügyességüket a résztvevők.